kérdezem ügyvezető igazgatórát, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Köszönöm a szót, polgármester úr. Üdvözlöm a tisztelt képviselőtestületet, illetve a megjelenteket és a televízió nézőket. Ahogy az előtegyeztésben is szerepel, leadtuk a pénzügyi beszámolónkat. Ebben a számok, bár én azt gondolom, hogy önmagukért beszélnek, ezért nem is akarom igazából ismételni annak számszakilag annak tartalmát. Azért néhány dologgal kiegészíteném, illetve árnyalnám azért mindazt, ami ott leírásra került. A 2022-es év a Kőröskom Kft. Tekintetében újra egy eléggé összetett és kihívásokkal teli időszak volt. A korábbi években elindult egy olyan változás a gazdasági környezetünkben, ami egyre fokozódóbb módon nyomja rá a bélyegét a Kőröskom Nonprofit Kft. Gazdálkodására, munkavégzésére. És itt igazából szét is választanám ezt a két dolgot, mert nem csak ez okozott nehézséget, mármint maga a gazdasági környezet, hanem nyilván a feladat ellátás tekintetében is eléggé sok kihívásnak próbáltunk egyszerre a 2022-es évben megfelelni. A polgármester úr beszélt a hulladék gazdálkodásról, amit továbbra is végez a Kőröskom Nonprofit Kft., akit ugye annak idején Kiskörösváros kimondottan ezzel a fő tevékenységgel hozott létre, már ugye az idők során ez a tevékenység azért elég rendesen háttérbe szorult, még mindig kommunális hulladékgyűjtést és szállítást végzünk a városban, és ahogyan ebben a szektorban is elég jelentős változások vannak. Nyilván ez az ágazat is ugyanúgy kihívásokkal küzd, mint a kivitelezési fő tevékenységünk, ami most már legalábbis a árbevétel szempontjából fő tevékenységnek mondható, mind a magas, mind a mély építés területén foglalkozunk kivitelezési munkákkal, és többféle úton tesszük ezt, generál kivitelezőként, csak ugye a teljesség igénye nélkül végzünk kivitelezési munkát település üzemeltetési feladatok kapcsán, vagy akár a tavalyi évben konkrétan a bölcsőde bővítésének kivitelezői feladatait is, mint generál kivitelezők végeztük el a városban, de ugyanúgy alvállalkozóként is részt veszünk különböző projekteknek a megvalósításában. Például a tavalyi évben az egyik legnagyobb ilyen projekt a sportpálya fejlesztésének a kivitelezői feladatai voltak, ahol alvállalkozóként tevékenykedtünk. De nem csak mint kivitelezők foglalkozunk kivitelezéssel, hanem a tavalyi évben egy nagy változás volt az életünkben, hogy beruházóként is meg kellett felelnünk a kihívásoknak, ugyanis a Kőröskom Nonprofit Kft. A piac első ütemének beruházójaként támogatta gyakorlatilag ennek a projektnek a megvalósulását. Ugye az első ütembe tartozik magának a piaszcsarnoknak a kialakítása, ahol a Kőröskom volt a beruházó. És hát még mindemellett üzemeltetési feladataink is vannak szép számmal. Nyilván elég csak a kiskörösi piacra gondolunk, ahol mi vagyunk az üzemeltetők, de a Kőröskom Nonprofit Kft. Egyéb település üzemeltetési feladatainak támogatásában is részt vesz a Kőröskom Nonprofit Kft. Alvállalkozóként. Hát ebből is látszik, hogy azért elég sok területen dolgoznak a kollégáink, és nyilván ez nem egy egyszerű feladat. És ahogyan mondtam, a gazdasági vonatkozása is egyre embert próbálóbbak a tevékenységünknek, hiszen nagyon egyszerűen úgy foglalnám össze, és erről polgármesterről is beszéltünk, hogy sokkal több munkával el kell érnünk ugyanazzal a gyakorlatilag állománnyal, ugyanazzal az eszközparkkal egy jóval nagyobb árbevételt annak érdekében, hogy a célkitűzéseink között szereplő adott esetben akár alacsonyabb eredményt tudjunk realizálni. Ennek
nagyon sok összetevője van, nyilván minden szektort érint az energiaválság, így minket is, mindenhol nagyon lényeges árképzési szempont, amit aztán vagy tud a vállalkozás érvényesíteni, vagy nem, a munka, bér növekedése. E tekintetben is próbálta tartani 2022-ben a lépést a Körös Nonprofit Kft., és arról számolhatunk be, hogy az országos átlagot is meghaladó mértékben tudta a béreket emelni az év során több ütemben ugyan, de százalékos értelemben egy 30% körüli mértékben a cég, ami elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy megtartsuk a kapacitásainkat, megtartsuk a munkavállalói létszámunkat. Emellett nyilván minden lehetséges módon próbáltuk fejleszteni, vagy legalább szinten tartani az eszközállományunkat, gépeinket, berendezéseinket ugyanazon oknál fogva, hiszen mindez alapja a sikeres működésünknek. De közben ez egyre nehezebb, egyre nagyobb költségen realizálható, akár az üzemanyag, akár a szervizdíjak, akár a beszállítói árak, akár az anyagárak tekintetében. Úgyhogy a 2022 egy nagyon nehéz, nagyon munkás év volt, és hát a Körös.com szempontjából is valamilyen szinten megalapozta a 2023-os évet, ami mindezen szempontokból talán még nehezebb, még bonyolultabb, de talán mi is úgy tudtuk ezt az évet elkezdeni, hála az előző év erőfeszítéseinek, hogy stabil lábakon áll a cég, viszont nyilván itt már egy kicsit átkötve a jelenre és a jövőre, erősen át kell közeljövőben gondolnunk, hogy hogyan tovább, hiszen ezek a problémák, amik elindultak másfél-két évvel ezelőtt, ezek továbbra is jelen vannak, továbbra is erősödnek, és továbbra is nagyon keményen befolyásolják a cégünk teljesítő képességét. De ez nem jelenti azt, hogy a dolgozóinkat, a munkavállalóinkat nem illetné meg a köszönet és a munkájukért járó elismerés, úgyhogy én itt a Körös.com esetében zárszóként szeretném nekik innen megköszönni az egész tavalyi éves tevékenységüket, a munkájukat, sok esetben az erőn felül történő teljesítésüket annak érdekében, hogy a beszámolóban található és leírt eredményeket mi elérhessük. Köszönöm szépen. Így van, igazgató úr, mi is ugyanígy köszönjük mindenkinek a munkáját a Körös.com Kft.-nél. Az élet, amint mondtam az előző napirendnél is, bizony átírt sok mindent. A gazdasági helyzet nem javult, és azt látjuk, hogy nem is javul. A 23-as év talán még nagyobb mélyrepülés lesz az építőiparban látványosan. Ez most már így május vége fele ki is mondható. Tehát a Körös.com Kft. Helyzete sem lett nyilván könnyebb, de menni kell tovább, és meg kell találni azokat az utakat, ami a Kft. Jövőbeni útja és feladata lesz, mert az élet nagyon változik körülöttünk, és a világ is nagyon változik, és nem csak hogy változik, hanem nagyon gyorsan is változik. Tehát nekünk is gyorsan kell reagálnunk ezekre a változásokra, hogy talpon tudjunk maradni, és ez a fő feladat. Nem csak Körös.com szinten, nem csak egy vállalkozás szintjén, nekünk önkormányzatnak is ugyanez a feladatunk most, ezekben az időkben és ebben a gazdasági környezetben, ami van. Köszönjük szépen a munkájukat és a beszámolót is. Testülettől kérdezem, van-e kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk, képviselőtársaim. Tizenegy igennel a Körös.com Kft. Beszámolója elfogadásra került. Igazgató úr marad is ugye a helyén, hiszen a Körös.szolg Nonprofit Kft.-vel folytatjuk. Osztályvezető asszony.
A Körösszó Kft. Szintén 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft., így a legfőbb szerv, az alapító dönt a beszámoló elfogadásáról. A cég ugyanúgy itt is benyújtotta a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, illetve az ügyvezető elkészítette a 2023-as évre az üzleti tervét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bizottsági vélemények. Társadalompolitikai Bizottság. Társadalompolitikai Bizottság támogatja a beszámolót. Köszönöm. Klímapolitikai Bizottság. Bizottságunk a beszámoló elfogadását javasolja. Köszönöm. Ügyrendi Bizottság. Bizottságunk egyetért a beszámolóban foglaltakkal. Köszönöm. Pénzügyi Bizottság. Elfogadásra javasoljuk a beszámolót. Köszönöm. Kulturális Bizottság. A beszámoló elfogadását javasoljuk. Köszönöm szépen. Ügyvezető úr. Jaj, bocsánat, Ungvári Ferenc felügyelő bizottságának. Igen, bocsánat. Köszönöm szépen. A felügyelő bizottság a beszámoló elfogadását javasolja. Köszönöm, elnök úr. Ügyvezető igazgató úr. Itt is csak néhány szóban szeretnék beszélni a 2022-es évről. Gyakorlatilag hasonló környezetben, hasonló hatások által befolyásolva folytatta a Körösszó Nonprofit Kft. És a tevékenységét. Itt nyilván nagyon lényeges szempont az, hogy a cégünk település üzemeltetéssel, annak különböző szegmenseivel foglalkozik leginkább. Mi végezzük a köztisztaság és park fenntartási feladatokat a városban, üzemeltetjük az önkormányzat intézményeinek egy részét, üzemeltetjük a kiskörösi rónaszéki fürdőt, ezen túl közreműködünk az önkormányzat beruházásainak lebonyolításában. Mindezek mellett a kapacitásaink egy részében még nyilvánvaló támogatjuk a jelenleg még támogatjuk, ugye a 22-ben támogattuk, jelenleg ebben már némi változás van, a városi rendezvények lebonyolítását is, illetve szervezői feladatokat is elláttunk. Ez is összetett, ez is eléggé szerteágazó, de a leglényegesebb az, hogy átadott költségvetési forrásokból kigazdálkodva dolgoztunk 2022-ben, és itt nagyon fontos rendezővel volt a cég költségvetésének, a tavalyi éves költségvetésének összeállításakor az, hogy a lehetőségek szerint a leggazdaságosabban, a legkisebb terhet jelentve a városnak végezzük el mindazon szertágozó feladatellátást, amit ugye elmondtam. Hiszen ugyanazok a nehezítő körülmények drágították igazából a munkánkat, a feladatainkat, mint amiket felsoroltam a Kőröskom esetében, és mi megpróbáltuk oly módon csökkenteni ezeket a terheket, ezeket a költségvetési terheket, hogy közben a lehető legkevesebbet vegyenek észre abból a lakosok, hogy sok esetben egy picit talán nehezebb pályán dolgozunk. Volt olyan terület, ahol ezt nem is sikerült teljesen maradéktalanul elérnünk, hiszen minden óvatos és minden óvatos tervezésünk és minden óvatos költésünk és megfontolt gazdálkodásunk ellenére a köztisztaság park fenntartás feladatási tekintetében tavaly évben már első alkalommal, első ízben a cég története során többlettámogatási igényt voltunk kénytelenek benyújtani. Ez is azért volt, mert egész egyszerűen olyan szinten emelkedtek meg mindazon költségek, ami költségvetésünkben szerepelnek, amiket már előre sem tudtunk olyan mértékig, olyan pontosan megtervezni, és menet közben sem tudtunk igazából ezen más módon korrigálni, hogy más nem mondjak, csak például, ha mindenki emlékszik a tavalyi évközepi üzemanyagár változásra, hiszen ott egy garantált árszínvonalról egyik pillanatra a másikra egy igen magas piaci árra kellett áttérnünk, ami egész egyszerűen nem volt betervezve, és ezt csak egyetlen pici példaként emeltem most ki a sok hasonló költség közül.
És hát a Körösszó Kft-t is érinti ugyanaz a komod, hogy a 2023-as évben ezek a hatások továbbra sem elmúló tendenciát mutatnak, hanem inkább erősödőek, és mindeközben, ugye, ahogyan polgármester úr is elmondta az előző napirendi pontok kapcsán, a város költségvetése is bár stabil, de megfontolt gazdálkodásra szorul, és ez nyilvánvalóan befolyásolja a mi 2023-as gazdálkodásunkat, költségvetésünket, és lehetséges, hogy az év során a munkavégzésünket is. Itt az a legfontosabb ez évi célkitűzéseink, hogy továbbra se vehetje észre senki, aki a városban jár, kell, sétál, aki ide érkezik vendégként azt, hogy adott esetben mondjuk a Körösszó Non-Profit Kft. Forrásai bármilyen szinten is szűkülnének, pedig szűkülnek, de itt is csak és kizárólag egy jól átgondolt átszervezés, átalakulás jelenthet garanciát arra, hogy a jövőben is ugyanezen a színvonalon fogunk tudni majd működni. És itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Körösszó Non-Profit Kft. Minden munkavállalóját megköszönjem a tavalyi évi munkáját. Köszönöm szépen. Igen, a helyzet ugyanaz, mint a Körösszónál, és ugyanazokat a figyelmen bevevő tényezőket kell figyelnünk és menni ezáltal, mert ezek fontos dolgok. Ungvári Ferenc képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. A felügyelőbizottság elnökeként kívánok pár szót szólni úgy a Körösszó, mint a Körösszó vizsgálatánál, illetve a beszámolójánál. Jelen voltunk tegnap a teljes felügyelőbizottsági tagság hárman. Ügyvezető úr, könyvelők és a könyvvizsgáló. Hát valóban nehéz éven van túl mind a két cég, és az idei évünk az még nehezebb lesz, az egészen biztos. Én, mint 33 éve céget vezető ember, bátran merek erről beszélni, hiszen egy jól működő céget vezetek, és nyilvánvaló, hogy azt a tapasztalatokat szeretném átadni, amit esetlegesen beilleszhető ahhoz, hogy jobban működjön a cégünk. A kulcs szó egyébként a hatékonyság, ez nagyon érdekes, mert ugye a legkönnyebb úgy nyereségessé lenni, hogyha egyre többet kérünk egy-egy munkáért. Nyilvánvaló, hogy kényszerből kell kérni, de a hatékonyság, és ez nem törvényszerűen az ügyvezetésnek szól, de is, inkább ugye akik részt vesznek a termelésben, ugye az igazi hatékonyságot azt ott kell valahogy érvényre juttatni. Ez ugye vonatkozik arra, hogy a munkaidőnek a kihasználtsága, az eszközökkel való bánás, az eszközöknek az amortizációja, hogy vigyázni kell minden eszközre, minden plusz költség az a Körösszkom és a Körösszónak a nyereségét csökkenti, mivel ugye egy adott mennyiségű pénzzel tudnak gazdálkodni. És ugye a nagy küzdelem itt ebben van, most az emberi anyag az olyan, amilyen, ugye nyilvánvaló, hogy szeretnénk magasabb kvalifikáltságú embereket, nem itt a mostani társaság rossz lenne, de hogy a jelenlegi színvonalhoz még jobban fölzárkózó, még hatékonyabb munkavégzésre alkalmas legyen az egész cég, nem csak az emberanyag miatt, hanem hogy más egyéb összetevők is vannak. Tehát én a kulcsot a hatékonyságban látom, nyilvánvaló, hogy ehhez a ügyvezető úrnak kell, én úgy vettem észre, illetve úgy vettük észre a teljes felügyelőbizottság, hogy az ügyvezető úrnak is kellene egy olyan segítség, aki nagyon nagy támasza lenne abban, hogy ezt jól tudja érvényesíteni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Bonkocs András elnök úr. Köszönöm szépen. Amellett, hogy bizottságunk támogatja a beszámolót, azért nem tudok elmenni amellett, hogy 2022-ben, mint az egyes számú választókerület a központnak a képviselője, nem vagyok elégedett sem a járdafelújításoknak az ütemével, sem a padok javításával, cseréjével, sem a kátyúk javításának ütemével. Én azt gondolom, hogy nem mehet a város lakóinak a mindennapi közérzetét befolyásoló környezeti hatások, körülményeknek a rovására az, hogy vállalkozási tevékenységet végez ez a szervezet. És egyetértettem azzal, amikor 2021-ben és 2022-ben, amikor
erős kapacitás hiány volt, akkor azt az utat választotta ügyvezető úr, és nagyon helyesen tette ezt, hogy erősítette a mind a két szervezetnek a vállalkozási tevékenységét, értelemszerűen inkább a Körös Komét. Azt gondolom, 2023-ban egy drasztikus változásnak ebben kell lennie, tekintettel arra is, hogy a városban működő, ugyanezen a szakterületen, építőiparban tevékenykedő cégeknek is megnövekedett most már a kapacitása, tehát tudnak ők is vállalni. Én azt gondolom, hogy ezzel a létszám felülvizsgálatot is meg lehet tenni a cégnél ezzel egy időben. Nagyon egyetértek azzal, hogy a hatékonyságot drasztikusan javítani kell a munkatársi állományban. Most van itt az idő a minőségi cserék meghozatalára. Arra, hogy egy-egy szakterületre egy-egy ügyes építésvezetőt vagy felelős vezetőt ki lehessen jelölni. Szükséges ezt a fürdő vonatkozásában is megtenni. Azt gondolom, hogy amikor egy ennyire szigorú költségvetéssel működik a városunk, és az energetika terén, ha csak a közvilágításra gondolok, ilyen erős lépésekre vagyunk kényszerítve, akkor saját vállalkozásunk területén is meg kell ezt tennünk. Egyetértek azzal, és abszolút jó kezekben látom ügyvezető úr Séfer Tamás kezében mind a két vállalkozást. Ahogy tegnap elhangzott, elindultak ezek. Én azt kérem, hogy kátyúzás, járdajavítás, padok javítása, ezekre sokkal nagyobb hangsúlyt helyezzenek 2023-ban, mint amit tettek 2022-ben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Filus Tibor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szintén egyetértek azzal, hogy hatékonyságban növelni kell a cég működését, hiszen ez vezet előre, és úgy gondolom, hogy a költségek megfelelő irányba terelésében is ez a jövő. Mint a turisztikai bizottság elnöke, kérdezném ügyvezető igazgató urat, hogy a fürdővel most jelenleg mi a helyzet, hogyan várja a fürdő, milyen állapotban a nyári nagy strandszezont, történtek-e fejlesztés, hogyan történtek meg az állagmegóvások, esetleg felújítások, milyen tervei vannak a cégnek arra vonatkozóan, hogy a fürdő megfelelő állapotban várja a strandszezont, lesz-e valamilyen reklámja esetleg a fürdőnknek, hogyan kell elképzelni a nyári szezont, erről kérnék egy kis tájékoztatást. Köszönöm szépen a kérdést. A fürdő, mint az ismeretes, 3 hónapig a jelenlegi helyén a zárva tartott, de mint intézmény működött a szomszédos Imperiál szállófürdő komplexumában. És ezt a 3 hónapos időszakot igyekeztünk arra föl használni, hogy bizonyos tekintetben már úgy is fogalmazhatok, hogy akár erőn felül is, de javítsunk a kiskörösi rónaszéki fürdő bezáráskori állapotán. Ezt 3 területre koncentráltuk. Egyrészt energiahatékonyság szempontjából végeztünk olyan átalakításokat a fürdőben, amitől főképpen elektromos áram tekintetében megtakarításokat várunk. Nyilvánvalóan ez az üzemeltetés szempontjából lényeges kérdés, ezt a fürdő vendégei nem érzékelik. A másik 2 terület az már inkább érzékelhető. Egyrészt végeztünk egy nagyon átfogó karbantartást. Ebből minden évben 2-szer, egy tavaszi és egy őszi etapban gyakorlatilag egy szűk 7-es leállás során el szoktunk végezni annyit, amennyit tudunk. Most 3 hónapunk volt, tehát sokkal mérehatóbban, sokkal nagyobb arányban tudtuk ezt elvégezni. És az általános karbantartásokon túl kisebb volumenű felújításokat is végeztünk, ami azt célozta, hogy a szolgáltatás színvonalán valamelyest emeljünk, hiszen a karbantartás alapvetően a szolgáltatás színvonalát nem emeli, csak szinten tartja. Mi igyekeztünk olyan felújításokat is elvégezni, amivel kismértékben tudtunk
emelni is. Hogy mik ezek? Gyakorlatilag felújítottuk mind a két szaunánkat, teljes mértékben kicseréltük annak a belső burkolatát, felújítottuk az elektromos hálózatát, felújítottuk a szaunakályhákat, teljesen lecseréltük az infrakabinunkat, teljesen új kabint építettünk be, több zuhanyzó esetében teljes átfagó felújítást végeztünk, olyan már, ezek már adósságok voltak, amelyek próbáltunk megfelelni, az egyébként folyamatosan szondázott vásárlói igényeknek, illetve a vendégeink igényeinek. Végeztünk a kempingen is hasonló felújításokat, és mindez csak most a teljesség igénye nélkül mondtam. Tehát próbáltunk úgy nyitni, hogy az érkező vendégek azt érzékeljék, hogy a bezáráskori állapotokhoz képest mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatásunk színvonala az tartósan fenntartható, illetve amennyire lehet emelhető legyen. Nyilván ezt azért is tettük, hiszen tudtuk, hogy ugyanazon az árszínvonalon nem tudjuk vállalni a fürdő üzemeltetését, és itt azt hiszem, hogy fogalmazhatok nem csak a maga, mint üzemeltető, hanem a fenntartó önkormányzat nevében is, hiszen a költségek és a bevételek között olyan szélesre nyílt az olló, ami már a költségvetés szempontjából sem volt tartható, ezért a menet közben egy nagyon megfontolt, átgondolt piackutatáson alapuló áremelést hajtottunk végre, amire ehhez a megértést is kértük nyilván a fürdőnk vendégeitől. Sok esetben ez megértésre talált, néhány esetben nyilvánvaló módon ezt a vendégek nehezményezték, de azt gondolom, hogy az eltelt idő vendég adatait figyelembe véve talán sikerült ezt elfogadtatni, illetve hát a megértést elnyerni a vendégeink részéről. Nyilván azt tudni kell, hogy a fürdő nincs könnyű helyzetben, mert attól, hogy ezt az áremelkedést generáltuk, és ezáltal ezt egy bizonyos fokú bevétel növekedésre is szerteszünk, attól, hogy energia megtakarító fejlesztéseket végeztünk, attól, hogy igyekszünk bevonzani, ha lehet, még több fürdővendéget egy nagyon kiélezett versenyhelyzetben. Ettől még mindig nagyon nagy és nagyon magas költségeken tudjuk a fürdőt csak üzemeltetni. Ez átgondolt működésre sarkal minket, de egész egyszerűen bizonyos területeken elértük a falat. Tehát azokat a költségeket, amik a rendszer működtetéséhez elengedhetetlenek, nem tudjuk egy bizonyos szint alá csökkenteni. Ugyanúgy megvan kötve a kezünk a tekintetben is, hogy egy bizonyos szint alá csökkentsük akár a munkavállalói létszámunkat is. Tehát én azt gondolom, hogy a költségeken faragni csak fejlesztésekkel lehet. Én nagyon reménykedem abban, hogy a jövőben majdan lesznek olyan fejlesztési lehetőségek, források, amin keresztül az üzemeltetési költségek csökkenthetőek lesznek, hiszen maga a fürdőgépészet is nagyon nagy arányú fejlesztésre fog szorulni nagyon hamar, és nyilván mindennek alapja az, hogy megfelelő mennyiségű termálvíz is álljon hosszú időn keresztül majd a rendelkezésünkre, hiszen ezekre alapozó lehet gyakorlatilag kiváltani olyan energiaköltségeket, amik most nagyon erősen terhelnek minket. Tehát nagyon sok fronton kellene fejlesztenünk, ha és amennyiben erre akár csak kisebb, de folyamatos lépésekben lesz mód és lehetőség, akkor én azt gondolom, hogy a fürdő üzemeltethető lesz. Mi arra fogunk törekedni, hogy mindig az éppen aktuális lehetőségeinket figyelembe véve a legtöbbet forgassunk vissza annak érdekében, hogy a vendégek örömmel járjanak a fürdőbe és megtalálják ott a számításukat. És e tekintetben szeretnénk a nyáron egy kicsit mozgalmasabb programkínálattal, egyfajta rendezvény helyszínként felfogva a fürdőt egy
bizonyos szinten változtatni a nyári üzemben, hiszen javarészt eddig, mint nyári strand működött a fürdő, de én azt gondolom, hogy rendezvény helyszínként akár sport, akár gasztronómiai, akár egyéb kulturális szintéren megrendezett rendezvényeknek nagyon jó helyszínéül tudna szolgálni a fürdő. E tekintetben tettünk lépéseket, hogy a megfelelő szervezői háttér rendelkezésre álljon ehhez. Partnereket kerestünk, már ez részben múlt idő, hiszen ebben már viszonylag előre haladottak a munkálatok, és szeretnénk, hogyha júniustól kezdődően abban a három erős nyári hónapban nem csak mint fürdőhelyszínt, hanem mint kisebb rendezvényhelyszínt is tudhatnánk ajánlani az ideérkező vendégeknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a válaszokat is, és a kérdéseket is. Tisztelt képviselőtársaim, látom, nincs több kérdés. Akkor szavaznunk kell a Körös Szolg Kft.-ről. A Körös Szolg Kft. Beszámolja 11 igen szavazattal elfogadásra került, ügyvezetőigazgató, lesz sok dolgunk. Együtt megyünk előre, hiszen mi vagyunk mind a két cégnek a tulajdonosai, és meg kell, hogy találjuk a jövőbe vezető utat, ránk számíthat az biztos, a kollégáknak pedig köszönjük a munkát, és mennünk kell előre. Jó egészséget az évhez, és sok munkát. Köszönjük szépen!